Gyerekként már megfordult a vasas utánpótlásában, sőt a szurkoló táborában is, majd az UVS-ében Benedek Tibor irányításával fejlődött tovább, az elmúlt két évben pedig szónokon pólózott, ahol többek között szerb vezetőedző és csapattársak is segítették a játékát. Az új idényt már a tíz év után újra érmet szerző Vasasban kezdi majd, de reményei szerint a nyári világbajnokságon is lesz feladata, mégpedig újabb vendégünknek, Konari Kákos vízilabdázónak. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem tudom, hogy ez ilyen tyúk vagy tojás történet, de mi volt először? Játszottál a Vasas utánpótlásában, vagy doboltál a szurkoló táborban? Ez szimultán kezdődött el ez a folyamat. Kisgyerekként a csapattársaimmal mentünk ki és szurkoltunk a, a nagyvasasnak a, a játékosainak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyszerre alakult ki, de jól működött együtt egy bizonyos darabig, utána már annyira nem lehetett kiabálni, mert az edzők figyeltek, úgyhogy ott már inkább a mérkőzésre, a taktikákra meg a játékosokra figyeltem, de kiskoromban, ha most ezt mondhatom, itt 21 éves kiskoromban akkor ez egy jó szórakozás volt nekünk. Volt egyébként valaki, aki a családban pólózott? Nagypapám, uh -huh. magyar válogatott vízilabdázó is volt apai oh. ágon, Ö, úgyhogy ez a kapcsolatom a vízlabdához nem, hogy mindkét szülőm sportolt, mai napig sportolnak, úgyhogy valamilyen szinten körbeveszi a sport a, a családunkat. Ugye az UVS-ében folytattad a pályafutásodat, milyen volt benedek Tiborral együtt dolgozni? Ö, elsősorban meghökkentő volt, főleg amikor először találkoztam vele négy szem közt, és mondta, hogy szeretné, hogy átigazolnék a, a, a csapatába. Az abszolút megtiszteltés volt, értem sokat nem kellett gondolkodnom azon, hogyha amikor ő keresett, azon kívül nagyon sokat tanultunk, de azt gondolom, hogy elsősorban én annak örültem, hogy őt megismertem, mint uh, ember. Mert uh, akik, akik nem ismerték, azok látták ezt a, a nagyon komoly uh, melót és nagyon sok munkát belerakó embert, de de volt mögötte egy nagyon, uh, nagyon uh, szép és jó és szeretetteljes személy, akit mi, uh, mint gyerekek megismerhettünk, úgyhogy elsősorban uh, ennek körülök talán így összességében. Néhány hete Benedek Epres Pandi elárulta itt nekünk, illetve a nézőknek, hogy babaként emlegettek benneteket. Ti tudtatok -e erről, hogy így szólítanak benneteket? Hát annyit elárultatok, hogy egymás között biztos, hogy nem babának szólítottuk egymást, <laughs> de hát most ilyen interjúkból, cikkekből olvastunk hmm. róla, de nem így szólítottuk egymást, az biztos. Mennyire maradt meg a kötelék egyébként a korábbi uvs -e játékosok között? Most már azért eléggé szétszóródtatok, a válogatottban most ugye újra találkoztok, megmaradt ez a kötelék? Abszolút, abszolút. Szerencsére nagyon sok uvs és barátommal tartom mai napig a kapcsolatot, sokakkal együtt játszom, sokak az OB1-ben vannak, úgyhogy ebből a szempontból ez egy szerencsés korosztály, mert megkockáztatom, hogy szerintem a ifi bajnok csapatunkból majdnem 10 játékos az ob van, de lehet, hogy több. Uh -huh. Úgyhogy tartjuk abszolút a civil életben is a kapcsolatot, figyelünk egy más vízilabdás pályafutására, úgyhogy abszolút egy, egy jó kapcsolatot ápolunk. Azt konkrétan tudom, hogy miért igazoltál a szolnokra, hiszen korábban egy interjúban elárultad, hogy Zsivko Gocics személye mellett Nagy Viktor és Dusko Pietlovics miatt választottad az Egyesületet, hát aztán ugye beesett Filip Filipovics, gondolom tőle is el lehetett ezt azt lesni, nem? Igen, nagyon haragultam, amikor bejelentette a szolnok, hogy Filipovics érkezik még hozzánk, az kifejezetten rosszul esett viccet félretével. Igen, ezek a nevek egy olyan stabilitást adtak a, a csapatunknak az elsőben, amikor még nálunk játszottak a zsilével, a vezetőségtől kezdve a játékosokig, hogy nagyon könnyű dolgom volt eldönteni, hogy a szolnokban a helyem. A mester Tibor Benedek Tibor akkor még támogatott is engem, és mondta, hogy ez egy jó döntés, úgyhogy így döntöttem a szolnok mellett annak idején. Na és mit lestél el ezektől a rutinos öreg rókáktól, Viktortól, vagy éppen Pietlovistól, Filipovistól? Hát Viktortól megtanultam, hogy hogyan kell fantasztikusan 5 méteres hogy nagyon hasznos nekem mezőnyátékosként. De Viktornak a mentalitását, a profizmusát, ezt az összes játékosra elmondhatom, amit említettél, és azt a azt a határozottságot és alázatot, amivel állnak a sport mellé. Az, hogy az egyéni kvalitása egy Filipovicsnak vagy egy Dusko milyen, azt másholni nem tudod, de a hozzáállásban, morálban ezekben, ezekben, nagyon sokat tehetett és azt gondolom, hogy ma is lehet tőlük tanulni. Hogyha azt mondták volna Konarik Ákosnak, hogy a szolnoki első évében magyar bajnok és európai kupa győztes lesz, akkor mit mondott volna? Hogy hasonló tervekkel mentem szólnak Igen? Igen. Tudat alatt meg kimondva magamban. Ilyen célokat tűztem ki. Uh -huh. Az, hogy így sikerült értelemszerűen egy nagyon erős Ferencváros ellen, egy jó OSC-vel, akivel játszottuk a döntőket, értelemszerűen ez, ez így szerintem, hogyha azt mondom, hogy ezek voltak a célok, de, de tudat alatt szeret az ember, legalábbis én szeretek ilyenekről álmodni. És a második év azért ez egy kicsit nehezebb volt már, nem döcögősebb? Igen, sok távozónk volt, úgyhogy egy, a zsilének és nekünk játékosoknak egy új csapatot kellett építenünk ami sajnos látszott is az elején, nehézkesen indultunk, voltak hullámvölgyeink, amiből úgy látszott, hogy a, a szezon vége felé, így a, a harmadik negyedben, hogy vízlabdás hasonlatot mondjak, sikerült egy kicsit kilábalnunk, és felfelé ívelő ágon voltunk, aztán volt egy hosszabb szünetünk a válogatott miatt, amikor világligát játszottunk, és talán abból nem sikerült, úgy szinten tartani magunkat, és jött ez a két csúfos vasas meccs a végére, amit sajnálok, de így alakult ez a sport, úgyhogy tovább kell lépni ebből is. Utánpótlás szinten szerepeltél már nagyon komoly világversenyen, világbajnokságon is, felnőtt szinten még ez vár rád, akár az idei nyáron, hogy látod az esélyeidet? Bizakodó vagyok, pozitív vagyok, de ez mindig egy nehéz dolog. Nagyon sok jó és tehetséges játékos van itt a válogatottban, akivel küzdök a bekerülésért, úgyhogy semmit, semmit nem lehet készpénznek venni az a feladatom, hogy minden nap úgy edzek és teljesítsek, hogy egy edzőmérkőzésen, és ha még nem tudja a kapitány, hogy ki az utazó 13, akkor egy picit ösztönözzem, vagy segítsek neki abban, hogy rámessen a választás. Milyen formában vagytok egyébként most? Milyen formában van a Fradi? Hiszen ugye, hogyha jól tudom, velük is játszottatok. Igen, játszottunk a Fradival, azt gondolom, hogy a Fradi jó formában lesz, Két jó, hasznos edzőmérkőzést játszottunk, szintúgy segítettünk egymásnak, Úgyhogy ez egy jó, jó kis együttműködés volt, szurkolunk nekik nagyon, ha minden igaz, azt mondta a kapitány, megpróbálja majd úgy alakítani az edzéseket, hogy még nézni is tudjuk ne. talán őket, úgyhogy szurkolunk nekik, és mi meg dolgozunk tovább. Visszatért a a, visszatértél a vasashoz, mi szólt most a piros-kékek mellett? Itt is nagyon egyszerű volt a, a választásom, szintén egy, egy szebb klasszis az edző a, a vasasnál az én múltam, hogy majdnem, azt hiszem majdnem 10 évet töltöttem el az után, vasas utánpótlásában. Csak szép emlékem van a infrastruktúrától, a komitól, a, a klubon át, az ott dolgozókig, és természetesen a játékosok meg klasszisokat, tehát a vasas klasszikokat van tele tűzdelve, amiben bízom én, hogy tudok majd segíteni nekik abban, hogy hasonló szép eredményeket érjünk el, mint annak idején a nagy vasas, akinek én vertem a dobot. Ugye tíz év után szerzett a Vasas megint érmet az OB1-ben, ez most arra kötelezi a klubot, hogy előrébb lépjen, tehát a következő esztendőben is dobogós helyezést kell elérni? Öm, azt nem tudom, hogy mire kötelezi a klubot, azt tudom, hogy ha már célokra beszéltünk itt előbb a szólnak kapcsán, akkor nekem abszolút az a célom, hogy érmes helyezéseket és értelemszerűen mindig a legfényesebbet próbáljuk megcélozni. Én azt gondolom, hogy ütőképes lesz annyira a csapat, hogy ezek elvárható célok legyünk magunktól. Öm, úgyhogy ez a cél. Ugye, hogyha jól tudom, ez bajnokok ligája selejtező tér, az még nem készpénz, hogy a csoportkör is meg lesz, de hogy látod az esélyeket ezzel kapcsolatosan? Nagyon nehéz bekerülni a bajnokok ligájába. Mi az első évben a próbálkoztunk, mm. akikkel utána bajnokok lettünk, és Eurókupa győztesek, és nem sikerült kvalifikálunk. Itt is vannak új érkezők, így gyorsan kell majd integrálni a új játékosokat a csapatba azon leszünk, hogy bekerüljünk a BL főtáblára, és ott is jól szerepeljünk, de ez nem, nem egy egyszerű feladat. Ugye Slobodan Nikicsa dolgozhat majd együtt, ennyire megtetszett a szerb vezetőedzői mentalitás? Igen, zsile, zsile, amikor az évzáron beszéltünk utoljára, akkor ezzel poénkodtunk, hogy úgy néz ki, nem tudok megszabadulni a szerb edzőktől. Úgyhogy abszolút a, a van, a, van a szerb mentalitásban egy különlegesség, nem lebecsülve a magyar mentalitásban, fantasztikus edzők vannak akár a, a, a válogatottban, meg klubokban magyar edzők, de van van különlegessége a, a szerb edzőknek, és most úgy alakult, hogy az a csapat, az a klub velem képzeli el a jövőjét. Úgyhogy abszolút pozitívumként értékelem én a, a Bobánt vagy a Slobodán Nikicset. Uh -huh. Ahogy így hallom egyébként teből próbálsz építkezni, ami adott esetben akár mondjuk egyszer válogatott ellen is jól jöhet, nem? A, hazudnék, hogyha tudatosan építkeznék én itt a, a, a szervezők hátán, inkább magamat építem a szervezők hátán, ami reméljük, hogy majd valamikor jól jön egy, egy, egy nagy szer válogatott ellen. Mi a program most számodra, számotokra, mi a menetrend? Edzünk a válogatottal, ugye június 18-án megkezdődik a Vizes Világbajnokság itt Budapesten, úgyhogy addig én azt gondolom, hogy már nincs sok idő, addig, amíg meg tudjuk, hogy ki a, a, az utazó keret a világbajnokságra. Úgyhogy addig megy az edzés, minden, mindenféle erőbedobással, vagy nagy erőbedobással, és meglátjuk majd, hogy, hogy lesz-e vagy nem. Úgyhogy így, így, állunk most, addig edzünk a Margit szigeten, jó időben, ha éppen nem esik az eső, mint most, úgyhogy ez a, ez a helyzet. Belefér egyébként egy kis pihenő? Gondolom attól is függ, hogy benne vagy -e a VV keretben, hogy látod a nyári időszakot? Um, ha benne vagyok a VB keretben, akkor azt hiszem, hogy van pihenő akkor is, ha nem vagyok benne, akkor van hosszabb, de nem tervezek sok időre leállni, azt az én szervezetem annyira nem bírja jól, úgyhogy sok leállás sosincsen, úgyhogy edzés, edzés lesz akkor is, ha benne vagyok, és ha nem, akkor is. Ákos, nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál, sok sikert, és akkor várjuk a jó híreket Köszönöm. veled, meg a válogatottal Köszönöm kapcsolatban szépen. is. Köszönöm szépen!